Aj predchádzajúci týždeň bol bohatý na miestne udalosti. V správach Mestskej televízie vám prinášame najpodstatnejšie z nich. Vitajte. Úvod patrí prehľadu dnešných tém. Mesto sa pripravuje na parlamentné voľby. Pre väčšinu kresťanov sa začalo pôstne obdobie. Odborový zväz verejnej správy sa dohodol s mestom Moldava na kolektívnej zmluve. Deti si užili posledné dni fašiangov. Sledujte nás aj naďalej a dozviete sa viac. Parlamentné voľby sa budú konať zhruba o 2 týždne. Podľa organizačného poriadku ministerstva vnútra ste v schránkach mali nájsť oznámenia o ich konaní spolu so zoznamom kandidátov do parlamentu. Mesto Moldava sa priebežne pripravuje na organizačné zabezpečenie volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, aby prebehli bez komplikácií. Mestský úrad doručil oznámenia o čase a mieste konania volieb do každej domácnosti. Po novom sa už nedoručujú každému voličovi zvlášť, ale vhodí sa jedno oznámenie a jeden zoznam kandidátov do každej schránky. V Moldave nad Bodvou bude pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 9 volebných okrskov. Okrsok číslo 1 a 2 sú v špeciálnej škole, okrsok číslo 3 je v Budulove, okrsok číslo 4 a 5 sú v inkubátorovom dome, okrsok číslo 6 a 7 sú v základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským, okrsok číslo 8 a 9 sú v základnej škole na ulici Severnej. Úlohou mesta je príprava volebných miestností. Na spôsob hlasovania budú dohliadať členovia okrskových volebných komisí, aby voľby prebehli podľa metodických pokynov. Volič pri vstupe do hlasovacej miestnosti sa preukáže platným občianskym preukazom. Následne okrsková komisia zaznamená jeho prítomnosť v zozname voličov. Odovzdá mu hlasovacie lístky a prevzatie hlasovacích lístkov potvrdzuje svojim podpisom v zozname voličov. Volič vstupuje do osobitnej miestnosti určenej na úpravu hlasovacích lístkov. Do obálky vkladá jeden hlasovací lístok. Následne môže alebo nemusí zakružkovať jedného až štyroch kandidátov, ktorým udelí prednostný hlas. Prvýkrát v histórii bude voličom hroziť pokuta za vynášanie hlasovacích lístkov. Ministerstvo vnútra si od tejto novinky sľubuje odstránenie volebnej korupcie a kupovania hlasov. Výška pokuty za porušenie nového volebného zákona je 33 eur. Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa uskutočnia 5. marca v čase od 7. do 22. hodiny. Popolcovou stredou sa v rímskokatolíckej cirkvi začalo 40-dňové obdobie pôstnej prípravy na Veľkú noc, najstaršie a najvýznamnejšie sviatky kresťanského cirkevného roka. Popolcová streda je v katolíckej cirkvi dňom prísneho pôstu a zdržiavania sa mesitého pokrmu. Kňazi počas svätej omše robia popolom znak kríža na čelá veriacich. Rímskokatolícky dekán monsignor Gábor Bertalan požehnal popol z bahniatok z kvetnej nedele a pomazal čelá veriacich so slovami: "Pamätaj, že prach si a na prach sa obrátiš." Hlavným zmyslom popolcovej stredy je pripomenúť ľuďom dôležitosť pokánia, prehlbenia viery v Boha i lásky k blížnym. Začiatok pôstneho obdobia zároveň znamená koniec fašiangov, obdobia zábav, plesov a karnevalov. Tohtoročné fašiangy boli relatívne krátke, trvali len 34 dní. V roku 2015 pripadla popolcová streda na 18. februára. V niektorých rokoch sa fašiangy končia až v marci. Kolektívnu zmluvu na rok 2016, uzatvorenú medzi mestom Moldava nad Bodvou a základnou organizáciou Odborového zväzu verejnej správy Sloves Bodva, podpísal primátor mesta Slavomír Borovský a predseda výboru Ondrej Krištofík. Kolektívna zmluva okrem iného upravuje postavenie odborovej organizácie, pracovnoprávne vzťahy a platové podmienky zamestnancov. Teraz, čo sme vyjednali v kolektívnej zmluve, to je náhrada príjmu od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti bude za zamestnancovi priznaná vo výške 80%. Aby sme mali v tom prehľad, v zákonníku práce je ustavené od 1. do 3. dňa trvaním dočasnej pracovnej neschopnosti je 25%. A od 4. a 10. dňa je 50% denného vymerovacieho základu zamestnanca. Takže tu vidíme ten rozdiel, že my budeme mať 80% od prvého dňa. Zmluva sa týka sociálnej oblasti, ako aj sociálneho fondu. Nároky vznikli z kolektívnej zmluvy jednotlivým zamestnancom, ktorí sú členmi Odborového zväzu verejnej správy Sloves Bodva. Nasledujú krátke správy.
Na sociálnej sieti a v jednej z komerčných televízií sa objavil videozáznam o nebezpečnej dopravnej situácii pred závorami v smere na obec Mokrance. Na záberoch jasne vidieť, že jeden z cestujúcich otvoril závory a následne na to cez priecestie prešli dve osobné autá a dokonca aj autobus. Podľa slov jedného zo svedkov boli závory 9. februára ráno o 7. hodine zatvorené dlhšie ako 15 minút a vlak neprichádzal. Ľudia ponáhľajúci sa do práce preto zobrali situáciu do vlastných rúk. Pravdepodobne išlo o poruchu zariadenia. Daždivé počasie spôsobilo v stredu 10. februára výraznejší vzostup hladiny Bodvy. Silný prúd vody unášal množstvo odpadu, najmä plastových fľaš. Riekou sa odpad niesol od Jasova. Fľaše sa nahromadili na viacerých úsekoch Bodvy, čo je často opakujúci sa stav, napríklad aj v mestskej časti Budulov za futbalovým ihriskom. Čistenie vodného toku má na starosti úsek správy Zelenie mesta Moldava a správa Povodia Horná Dua Bodvy. Ak poklesne hladina rieky, ihneď sa pustie do čistiacich prác. Mestské kultúrne stredisko pripravilo pre záujemcov fašiangové tvorivé dielne a pečenie tradičných šišiek. Tesne pred začiatkom pôstneho obdobia sa pracovníci Mestského kultúrneho strediska pustili do prípravy fašiangových šišiek. V kuchyni sa zvrtali od skorého rána, aby načas dokončili chutné pampúchy pre tvorivých účastníkov. Mestská knižnica Moldave organizuje celoročne pre materské a základné školy tvorivé dielne. A keďže je fašiangové obdobie, tak sme sa s kolegynkami rozhodli, že pripravíme pre deti tvorivé dielne s fašiangovou tematikou, kde si môžu deti pripraviť rôzne masky pomocou rôznych techník a takisto ochutnať čerstvo upečené šišky. V rámci tvorivej dielne deti pripravovali fašiangové masky. Po ich dokončení sa mohli pustiť do ochutnávania čerstvo upečených šišiek. Aké sú šišky? Dobré. Chutia? Áno. Koľko si ju zjedol? Teraz idem jesť 6. Ako chutia šišky? Dobré. Ako sa tu cítiš? Dobré. Čo všetko si robila doteraz? Masky. Pečenie tradičných šišiek a tvorivé dielne v priestoroch F-klubu boli vhodným zakončením fašiangového obdobia, na ktoré deti len tak skoro nezabudnú. Posledné dni fašiangov si užili žiaci základných škôl na karnevale. Nasadili si masky, tancovali a zapojili sa do rôznych súťaží. Základná škola na Severnej ulici, ako aj základná škola na ulici Československej armády zorganizovali jedinečnú fašiangovú zábavu. O dobrú náladu sa postarali pozvaní hostia. Program pre žiakov prvého stupňa základnej školy na Severnej ulici pripravil animátor fanparku a obľúbená postavička Miňona. Tohto roku sme sa rozhodli zorganizovať tento karneval trošku netradične, čiže popoludnejších hodinách, kde môžu prísť okrem detí rodičia, starí rodičia. No a uvítali sme aj predškolákov. Na začiatku karnevalu každý predviedol svoju masku a potom na deti čakali rôzne súťaže. Teraz je tu na taká súťaž. 5 dievčat a 5 chlapcov. A čo trebalo urobiť? No najprv museli sa dievčatá a chlapci majú bantu a musia skákať hociak a musia tapnúť Mimoňovi po ruke a musia sa vrátiť a dať druhému. Na žiakov základnej školy na ulici Československej armády čakal program v podaní kúzelníka Wolfa. Zvyčajne každý rok organizujeme pre deti taký spoločný karneval, telocvičný školy a pani učiteľky pripravujú rôzne súťaže, hry. A tento rok sme sa rozhodli, teda v spolupráci s radou rodičov, že prizveme okrem tých našich zábav aj pre takú spoločnú zábavu kúzelníka, ktorého ste mali možnosť vidieť aj vy. A myslím si, že toto rozhodnutie bolo veľmi dobré. Podrobnejšie informácie o fašiangovej zábave sa dozviete v dnešnej relácii Aktovka. Dúfam, že vás aj dnešný spravodajský súhrn zaujal a priniesol vám užitočné informácie. V tejto chvíli vám ďakujem za pozornosť a pozývam vás sledovať informačný blog v maďarskom jazyku. Teším sa na vás aj na budúce. Dovidenia. Szeretni és szeretve lenni lehetne az elmúlt hét jeligéje. Köszöntöm kedves nézőinket, a Szepsi Városi Televízió magyar nyelvű hírösszefoglalóját látják. A házasság hetét ünnepelték szerte a világon. Bálint nap alkalmából a tegnapi nap folyamán a szerelmesek vallhatták meg érzéseiket.
Reméljük, önök sem feledkeztek meg szeretteikről, szerelmeikről. Mi is ilyen nagy szeretettel készítettük önöknek az elmúlt hét összefoglalóját. Mai adásunkban foglalkozunk a Magyar Közösségi Párt szervezésében megrendezett Vuiti Tvrtko előadásával, a Most Hét pártzenés vasárnapi délutáni programjával. Bemutatjuk a városból kandidáló pártok képviselőjelöltjeit és a legkisebbek farsangi gyermektáncházát. Maradjanak továbbra is velünk! A világ számos pontját bejárta már, több összetűzés és puskaporos hangulatú helyről tudósított, s most nálunk is előadásával tarkította a múlt hét vasárnap délutánját Vuiti Tvrtko. Február 7-én a Magyar Közösség pártja egy beszélgetéssel egybekötött előadást tartott az Észak-utcai iskola étkezdéjében. Bemutatkoztak a párt színeiben induló képviselőjelöltek. Elmondták célkitűzéseiket a jövőre nézve, és bátran lehetett kérdezni is tőlük. Majd sor került az utazó és újságíró Vuiti Tvrtko pokoli történeteinek előadására. Nem csak a felvidéken, hanem bárhol máshol a határon túl is különös jelentősége van az én szívemben annak, hogy előadásokat tartok. És nem mondom azt, hogy nem olyan fontos egy magyarországi előadás, de Erdélyben, Délvidéken, Párciumban, Felvidéken vagy Örvidéken különös jelentőséggel bír számomra, mert én magam is egy nemzetiségi kisebbségnek a tagja vagyok, magyarországi horvát vagyok. És pontosan tudom, hogy mennyire sokat kell küzdeni azért, hogy az ember megőrizze a saját kultúráját, megőrizze a saját anyanyelvét. Én minden alkalommal, amikor a Felvidéken vagyok, akkor nem csak az előadásomat tartom meg, hanem az utolsó néhány mondatban mindig bíztatom a helyieket arra, hogy pártszimpátiától teljesen függetlenül és mindenhogy csak irassák magyar óvodába a gyerekeiket, magyar iskolába a gyerekeiket, mert akkor tud megmaradni egy közösség egységben egy másik ország területén, ha már a történelem így hozta, hogyha magyarul beszélnek, magyar kultúrát tanulnak a gyerekek. A hallgatóság egy motivációs előadásnak volt a szem és fültanúja. Vuiti Tvrtko részletesebben mesélt észak-koreai látogatásáról, egy szomáliai magyar lányról és a végtagok nélküli Nick Weitzről. Előadásában egyszerű hétköznapi emberek élettörténetét mesélte el nekünk, akik mostoha sorsuk ellenére sok mindent elértek. Vasárnap délután a Városi Művelődési Központ nagy termében Bugár Béla és a Most Híd párt parlamenti képviselőjelöltjei beszélgetésre invitálták a szepsieket, majd egy zenés előadásra került sor. Február 14-én a Most Híd párt a Szepsi Városi Művelődési Központban megtartotta országos jellegű bemutatkozó beszélgetését, amelynek keretén belül bemutatkoztak a párt kelet-szlovákiai képviselőjelöltjei. Majd két határon túli énekes Marosvásárhelyről és Vágsejjéről színesítették a délutáni programot. Először Keresztes Ildikó, majd Petár Sámek lépett a színpadra. Mind a ketten Magyarországon tudtak csak érvényesülni énekesi karrierjükkel, azonban szülőföldjükről sem feledkeztek meg. Én nagyon jól érzem magam otthon is, meg itthon is, meg otthon is, meg mindenhol. Nyilván azokon a részeken, ahol járok, amik ugye az anyaországtól leszakadtak, nyilván érzek egy picivel több közösséget, akár a Felvidékkel, akár más lecsatolt területekről. De hát én nagyon hálás vagyok az anyaországnak, hiszen ott lehettem az, aki vagyok, viszont az összes többit, amiért az lehettem az, aki vagyok, azt meg otthon hozom Erdélyben, Marosvásárhelyről, úgyhogy én nagyon örülök, hogy ott születtem, és nagyon örülök, hogy egyre szorosabb a kapcsolatom a szülőföldemmel. Petes Rámek is fergeteges hangulatot varázsolt a szepsi közönség számára, akinek az életútja egy picit hasonlít Keresztes Ildikó énekesi karrierjének a kezdetéhez. Áno, pravda je, že v Maďarsku som si rozbehol kariéru a môžem povedať, že Maďarsku ma ľudia prijali neskutočne. Neď ma zobrali medzi seba, čiže nepocitoval som, že by som bol Slovák, že som inej národnosti proste. Čiže veľmi milí ústretoví ľudia sú tam a môžem povedať, že sa mi podarilo to, že mám svojich ľudí, svojich fanúšikov aj tu na Slovensku, aj v Maďarsku, čo je veľmi pekná vec. Mind a két énekes kitartással és sok munkával ért el élete célját. Egyszerre két országban érzik magukat otthon és szeretik a határon túli magyar közönséget. Lehet az erdélyi vagy felvidéki. A közelgő parlamenti választások, melyre március 5-én kerül sor, lázba hozta az egész ország és városunk lakóit is.
Állampolgári jogunk és kötelességünk, hogy 4 évente a szavazófülkékhez járuljunk, és válasszunk egy pártot, képviselőjelölteket, akik érdekeinket a lehető legmegfelelőbben fogják képviselni a Szlovák Nemzeti Tanácsban. Idén 23 párt indul a választásokon, ezek közül 3 párt képviseli a magyar nemzetiség ügyeit. 21-es számmal a Magyar Közösségi Párt indul, melynek listáján szerepel városunkból Köteles László mérnök, Iván Tamás diák és Zachariás István mérnök. 11-es számmal a Most Híd párt színeiben indul Krusinski Norbert mérnök. 9-es számmal a Magyar Keresztény Demokrata Szövetség indul, Szepsi képviselőjelöltjük nincs. Nem magyar színekben, de a városunkból indul a választásokon Hudás Stefan magánvállalkozó, a 19-es számú Kotleba féle szlovák népi pártól. A Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola és Gimnázium és a Bódva-Völgyi és Érczettségi Kulturális Központ közös szervezésében farsangi táncházat tartottak a szepsi óvodásoknak. Szepsi város összes óvodája meghívást kapott egy közös délutánra, amely a népi kultúra jegyében telt. A farsanga bálok és mulatságok időszaka. Régen ebben az időszakban ilyen rendezvényeken ismerkedtek nagyszüleink. Ennek kapcsán gondoltuk, hogy megszervezésre kerül ez a táncház, ahol szepsi legkisebbjei ismerkedhetnek és szórakozhatnak. A talpalávalót a Miskolci Tényleg zenekar húzta, a néptáncot pedig képzett néptáncosok vezették. Ovisokat már tanítottam azelőtt is, de így ennyit egyszerre még nem, úgyhogy ez kicsit izgalmas volt számomra is. Nagyon aranyosak voltak, és látszik, hogy lelkesek, és ami szuper dolog, hogy szlovákoviból és magyaroviból is vannak itt gyerekek. A gyerekek láthatóan nagy örömmel kapcsolódtak be a mulatságba. A nyelvi nehézségek nem korlátozták a népzenei délutánt. Kétnyelvűen koordinálták a néptáncot, így a szlovák és magyar ajkú gyerekek egyaránt fesztelenül jól érezhették magukat. Hogy tetszett ez a mai délután? Jól. Mi mindent csináltatok ma? Futosgáltunk, táncoltunk, zenéltek is. Ákoszati tu pácsi. Dobre. Csopsetkoszti robili. Táncavali. Aki kimerült a táncban, az megpihenhetett a kézműves asztalnál, vagy finom farsangi fánkot is fogyaszthatott. Nagy szeretettel hívunk mindenkit a Biblia üzenete következő előadására, amely február 18-án 18 órától lesz a Városi Művelődési Központ F-klub termében. Mai adásunk ezzel véget ért. Köszönjük megtisztelő figyelmüket. Reméljük, egy hét múlva újra velünk tartanak. Addig is kellemes hetet kívánunk. Viszontlátásra! Ľudia sú na trhu práce žiadanejší a potrebnejší, takí, ktorí majú kvalitné vysokoškolské vzdelanie, alebo ľudia, ktorí ovládajú remeslo? No, ja si myslím, že sú potrební všetci, ale momentálne je toho odborníkov a remeselníkov nedostatok. Hej, čiže by som tak povedala, že skôr asi tí ľudia s tým remeslom. Tak aj remeslo, aj vysokoškolské vzdelanie potrebujú. Tak, neznám, tam momentálne, že... ktorí to tí majú vysokoškolské vzdelanie. Ty sa vedia ľahšie uplatniť na trhu práce podľa vás? Áno. Prečo si to myslíte? To, lebo majú vzdelanie. A to tí, čo nemajú, tá ťažšie. Tak, ktorí ovládajú remeslo, ja si myslím v terajšej dobe, že sú aktuálnejší. Prečo si to myslíte? Tak, lebo remeslá vymierali v terajšej dobe. A každý len počítače a proste... Tak je to. Tak asi remeslo, si myslím. Prečo si to myslíte? Tak lebo aj vysokoškolsko vzdelaní ľudia tiež sú nezamestnaní, dosť veľa ľudí. Tak podľa mňa to ovláda nejaké remeslo, lebo vysokoškolákov je teraz veľa a není toľko miest manažéra takých, čo potreboval. Neviem. Čo si myslíte, akí ľudia sú na trhu práce v súčasnosti potrebnejší a žiadanejší? Takí, ktorí majú kvalitné vysokoškolské vzdelanie, alebo ľudia, ktorí ovládajú remeslo? No, to je veľmi taká špecifická otázka. Ale ja myslím, že za 2 týždne sa dá každý človek naučiť pracovať to, čo chceme.
Sú výnimočné práce, kde sa to nedá, ale väčšinou sa to dá. Takže není o čom hovoriť, len aby bola práca pre každého. Obidvoch by trebalo. Viete? Obidvoch. Bo ten tiež môže mať rodinu, tamten tiež má rodinu a skadia chleba. Tak jednoducho niekedy je ani to, že má vysoké vzdelanie, niekedy nezaváži na to, aby jednoducho vykonával svoju prácu tak, ako by mal. Takže aspoň takto. Aký záver z toho vyplýva? Keď niekto je aj niečo vyučený, nemusí to vykonávať, lebo možno, že v niečom inom sa nájde neskôr a bude vykonávať tú prácu svedomitejšie a lepšie. Podľa mňa aj štúdium skôr toto záleží na tom, aby človek bol vyučený, alebo aby mal do života tie papiere, čo sú potrebné k tomu. Asi tak. Prečo si to myslíte? To je môj názor. Dneska bez škôl alebo bez vyučenia proste človek nemá šancu, hej, byť niekde nejak normálne zamestnaný. Skôr to remeslo. Určite. Určite. Prečo si to myslíte? Lebo mám v rodine remeselníkov a veľmi sú žiadaní, ale nie sú zaplatení. Tak. Tak to je veľmi ťažká otázka. Ja si myslím, že momentálne asi nie vysokoškolsky vzdelaní, ale tí, ktorí majú normálne vzdelanie, akože takéto murár a taký. Prečo si to myslíte? Neviem, už je presýtený trh s tými vysokoškolákmi. Asi je to príliš veľa už. Tak podľa mňa viacej potrebujeme takých, čo majú remeslo. Lebo ja tiež robím takom fachu, že už pomaly vymierajú zvárači a montéri a takí, čo by sme aj my potrebovali do roboty. Vysokoškolsko vzdelaných máme strašne veľa. Takže to je moja mienka. Obdobie fašiangov sa vymedzuje od troch kráľov až po Popolcovú stredu. Ich neodmysliteľnou súčasťou sú veselé hody, zábavy, plesy a tradičné ľudové oslavy. Aj v Moldave sa uskutočnili fašiangové podujatia, ako napríklad karnevaly či spoločné pečenie tradičných šišiek. V základnej škole na Severnej ulici sa uskutočnil maškárny ples, na ktorom sa o zábavu postarali animátori. Tohto roku sme sa rozhodli zorganizovať tento karneval trošku netradične, čiže popoludnejších hodinách, kde môžu prísť okrem detí rodičia, starí rodičia. No a uvítali sme aj predškolákov, aj maličkých škôlkarov z okolitých škôl. Čiže každý, kto chcel prísť na karneval s Mimoňom, tak sa mohol prísť zapojiť do našej zábavy. Najobľúbenejšou postavičkou bol populárny Miňon, ktorý pre deti pripravil rôzne hry. Teraz je tu na taká súťaž. 5 dievčat a 5 chlapcov. A čo trebalo urobiť? No, najprv museli ísť dievčatá a chlapci majú bantu a musia skákať hociak a musia tapnúť Mimoňovi po ruke a musia sa vrátiť a dať druhému. Kreativite sa medze nekládli, deti sa premenili na rôzne masky. Doktoročný karneval má okrem zábavy aj iný cieľ. Čo máš na sebe? Akú masku máš? Gitaru. A ako sa tu cítiš? Dobre. Čo všetko ste dneska robili? Tancovali, potom sa súťažili. Tohto roku sme sa rozhodli za vstupné, ale vstupné bolo realizované formou dobrovoľného príspevku na pomoc onkologicky chorého dievčatka. A to, za to vstupné vlastne deti sa mohli občerstviť. Aj základná škola na ulici Československej armády zorganizovala pre svojich žiakov nevídaný maškárny ples. Zvyčajne každý rok organizujeme pre deti taký spoločný karneval, telocvičný školy. A pani učiteľky pripravujú rôzne súťaže, hry. A tento rok sme sa rozhodli, teda v spolupráci s Radou rodičov, že prizveme okrem tých našich zábav aj pre takú spoločnú zábavu kúzelníka, ktorého ste mali možnosť vidieť aj vy. A myslím si, že toto rozhodnutie bolo veľmi dobré. Bolo to veľmi zaujímavé, deti boli nadšené, spolupracovali
A podľa mojich informácií nie len naši malí prví žiaci z prvého stupňa, ale aj žiaci z druhého stupňa boli ohromení a to je už čo povedať. Žiakov zabával kúzelník Wolf so svojou jedinečnou show. Divákov svojimi magickými trikmi doslova očaril. Dneska nám prišiel kúzelník a robil nám také triky. No všelijaké. Na zabava. Dobre si sa cítil? Áno, bolo to smiešné. Mali sme tu kúzelníka, ktorý nám ukázal nejaké kúzla. Deti sledovali program s otvorenými ústami a čakali, čím ich kúzelník upúta. Po jeho show nasledovala spoločná tanečná zábava. Našej pozornosti neuniklo ani pečenie tradičných šišiek, na ktoré sme dostali pozvanie od Mestského kultúrneho strediska. Mestská knižnica Moldave organizuje celoročne pre materské a základné školy tvorivé dielne. A keďže je fašiangové obdobie, tak sme sa s kolegynkami rozhodli, že pripravíme pre deti tvorivé dielne s fašiangovou tematikou, kde si môžu deti pripraviť rôzne masky pomocou rôznych techník a takisto ochutnať čerstvo upečené šišky. Je otázka, či bolo pre deti väčšie potešenie pripravovať pestrofarebné masky alebo si pochutnávať na čerstvo upečených pampúchoch. Každopádne si obidve časti programu užili. Aké sú šišky? Dobré. Chutia? Áno. Koľko si ju zjedol? Teraz idem jesť 6. Ako chutia šišky? Dobre. Ako sa tu cítiš? Dobre. Čo všetko si robila doteraz? Masky. Obdobie zábav, plesov a karnevalov sa definitívne skončilo. Vstúpili sme do 40-dňového pôstu, ktorý nie je len kresťanským prežitkom. Ak pochopíme súlad tradícií a prirodzených stravovacích návykov, môže to pomôcť nielen nášmu telu, ale i duchu. A futásból sosem elég, mondja Elek Tamás, egy szepsi származású fiatal futó, aki tele van ambícióval, kitartással, ha a hobbiáról van szó. Sok jelentős versenyen vett már részt, legújabb műsorunkban őt követhetjük nyomon. Jöjjenek velünk, ismerjük meg Elek Tamást! Hát a futással körülbelül mondhatom azt, hogy már alapiskolás koromban elkezdtem futni. Értem ez alatt azt, hogy futottunk ilyen kerületi vagy járási bajnokságokon, általában 800 méter, 1500 méter, 3000 méter. Mikor mi? Azt hiszem, hogy már abban az időben elég jó voltam a futásban. És ugyanezt folytattam középiskolában is, gimnáziumban Kassán. Azután történt nálam egy ilyen szünet, egy ilyen kb. 5 évre abbahagytam a futást, és 3 évet értem vissza hozzá ismét. Mondhatom azt, hogy mer megnyugtat, és feltölt energiával, és azt hiszem, hogy az endorfinek mindig hozzák a hatását, szóval kb. Ezért. Főleg azt, hogy feltölt energiával. Jelenleg mondhatom azt, hogy napi szinten futok. Értem ez alatt azt, hogy heti szinten próbálok lefutni egy ilyen 100 kilométert, hogy javuljak a teljesítményben. Azt hiszem, hogy a mennyiségre is koncentrálni kell, nem csak a minőségre. Értem ez alatt, hogy sok kilométert kell futni, hogy szokjuk a futást, és közben kell futni résztávokat is, amitől gyorsul az ember. Egy ilyen 10% az edzéseimből résztáv, vagy tempófutás, a maradék 90% az főleg ilyen lassú kocogás. Havi szinten ilyen 300-400 kilométer kiszok jönni. A futást tavalytól veszem nagyon komolyan, tavalyi évben valami 3600 kilométer összejött, csak futásból, úgyhogy ez éven szeretném ezt is túrszárnyálni.
sikerélményei mindig voltak, már az iskolai szinten, de az igazi sikerélmények azt hiszem, hogy a tavalyi évben jöttek, amikor jó eredményeket értem el maratonon, félmaratonon, legjobb időt futottam, sikerült hál' Istennek, és amit nagyon szerettem a tavalyi évben véghez vinni, az egy ultrafutás, ami szintén sikerült, hál' Istennek úgy, hogy nem volt benne nagyon nagy szenvedés, úgyhogy örülök neki, hogy az is összejött. Tavaly szeptemberben a Kassai Night Run után pénteken volt Kassán egy 10 kilométeres verseny, másnap pedig Aggteleken 35 kilométeres terepfutás 1200 méter szintkülönbséggel. A 35 kilométerből kb. 3 kilométeres szakasz barlangba történt, és itt a 35 kilométeres távon, ez volt a leghosszabb táv, kategóriánban sikerült a negyedik helyet elérni. Úgyhogy azzal is ott nagyon büszke vagyok arra az eredményre. Szerintem a futásnál egy elég összetett dolog, mert mindenkinek saját technikája van, mindenki próbál a saját feje után menni. Én azt mondom, vagy a hívő vagyok, hogy az a jó technika, hogyha magas kadenciába futunk, az azt jelenti, hogy ilyen 180 körüli kadencia percenként, és a légzésre is nagyon oda kell ügyelni. Viszont oda kell ügyelni attól függ, milyen talajon futunk a lépés hosszára is. Ha felpártnak futunk, én általában úgy futok, hogy rövidebbeket, kisebbeket lépek, viszont ha ilyen félmaraton vagy 10 kilométeres távon, ott viszont javasoltabb, nagyobb léptekkel futni, de viszont a magas kadenciát tartani kell, hogy a sebesség az meglegyen. Az étlapom az szerintem olyan, mint bárki másnak. Válogatni nem nagyon válogatok. Megeszek mindent, a hasamat szeretem, de lehet, hogy el fog jönni az a pillanat is, hogy muszáj lesz belenyúlnom majd az étlapomba is a jobb teljesítmény érdekében. Zeperi és Kassa ultratávon, ez 129 kilométeres táv volt. Reggel 6-kor volt a start, másnap reggel értem 5-kor be a célba Kassára, és ez alatt a 129 kilométer alatt kétszer megtörtént az, hogy sikerült az erdőbe eltévedni, de hál' Istennek volt nálunk térkép, úgyhogy tudtuk tovább folytatni a futást. Én azt mondom, hogy a mai világban ezt használni kell, ebből csak tanul az ember. Azt a heart rate monitort, ami a szív visszajelzést mutatja lényegében, ajánlom használni, főleg kezdőfutóknak, mert nagyon tudja kontrollálni vele a futást. Szóval nem történik meg az az emberrel, hogy túlfussa magát, vagy túledzi magát, hogyha odafigyel arra is, hogy fut. Endomondo, Strava, vagy hasonló, vagy esetleg Garmin, hasonló applikációkat szintén ajánlom mindenkinek használni, mivel követni tudja az edzéseit. Van benne egy história az edzéseibe, és ebből kifolyólag lényegében lássa, hogy fejlődik az ember. Zenét hallgatni futás közben szoktam, főleg a lassú edzéseim közben, amikor nem kell nagyon koncentrálnom a tempóra, és zenei stílusban meghallgatok mindent, metaltól kezdve egészen elektronikus zeneig, bármit, csak ilyen pörgős legyen. Igen, természetesen, mint minden futónál, vagy minden sportolónál van valami cél, amit el szeretné érni a közeljövőbe. Hát nekem is vannak ilyen céljaim, értem ez alatt a 10 kilométeren ilyen 38 percen belőre jutni, fél maratont 1:25-ön belül, 3 órás maratont, no és a fő célom az pedig, nem tudom, nagyon tetszik nekem ez az ultrafutás, vagy ilyen terepfutás. Franciaországban van egy verseny, az a neve, hogy UTMB,
ez a terepfutás világbajnoksága, lehet azt mondani. Sorsolással lehet rá bejutni, ami azt jelenti, hogy 3 ultrafutó versenyt kell teljesíteni egy éven, hogy elnyerjük a nevezéshez való jogot ezen a világbajnokságon, lehet azt mondani, vagy bajnokságon. Kezdőfutóknak azt ajánlom először is, hogyha futásra adják a fejüket, vegyenek egy jó futócipőt. A futócipő az tényleg, hogy legyen minőségi, azon ne spóroljanak. Többi minden ruházat az lehet akármilyen, az nem érdekes a futásban. És ne kezdjenek gyorsan futni az emberek. Sokan abban a hibában esnek, hogy hirtelen gyorsan kezdenek el futni, vagy sok nagy mennyiséget kezdenek el futni. Én azt mondom, hogy egy kezdőfutónak untig elég 3-4 kilométerrel kezdeni, és aztán ilyen heti szinten 10%-kal emelni a mennyiséget a futásban. És egy bizonyos idő után, egy pár hónap, vagy fél év, esetleg egy év után tényleg, hogy elkezdeni már gyorsabban intervalledzéseket is folytatni.